Szeretettel köszöntelek titeket! Bizonyára nagyon sokan tudjátok, hogy a Facebook oldalamon meghirdettem, és aztán egy hónappal ezelőtt el is indítottam azt a zárt Facebook csoportot, aminek a célja, hogy párkapcsolati témákat járjunk körül, de egy olyan zárt, biztonságos közösségben, ahol figyelünk arra, hogy a kommunikációnkkal, a megjegyzéseinkkel, a reakcióinkkal semmiképpen sem bántsuk a másik embert, nem minősítsünk, ne kritizáljunk másokat, hanem a saját élményeinket, tapasztalatainkat, gondolatainkat, érzéseinket megosztva segítsük az illetőt abban, hogy több szempontból is megvizsgálja a helyzetét. Örült sok poszt született már, és gyakorlatilag posztonként 200-250 kommentet is találunk, úgyhogy ahogy néztem ezeket a beszélgetéseket, és hogy mennyire gyümölcsöző ez, és mennyire elmélyült eszmecserék alakulnak ki, ugye eszembe jutott az a nagyon régi, már szinte lerágott csontnak tűnő téma, hogy a férfiak még mindig mennyire nem merik megmutatni az érzéseiket. Szerencsére ebben a csoportban több száz férfi van, már most, természetesen arányában jóval kevesebb, mint nő, de mégis még mindig megvan az az érzésem, hogy azért nem mernek például férfiak csatlakozni ilyen csoporthoz, eljönni pszichológiai előadásokra, vagy netán önismereti csoportokba, mert hogy még mindig az a régi, begyöpösödött álláspont él a fejükben, hogy a túlérzelmes, vagy érzelmeit megmutató férfi az férfiatlan. És én azt gondolom, hogy erről már rengeteg szakember beszélt, nem szakemberek is, millióan bizonyították ezt, jelezték ezt, hogy alapvetően pontosan a fordítottja igaz. Tehát egy olyan férfi, aki meri vállalni az érzéseit, jóval férfiasabb, jóval bátrabb, mint az, aki ezeket elrejti. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy kit tartok bátrabbnak, azt, aki megmeri mutatni az érzéseit, vagy azt, aki nem meri megmutatni, akkor nem kérdés, hogy sokkal nagyobb bátorság, erő, és férfiasság is, hogyha egy férfi megmeri mutatni akár a gyengéd érzéseit. Volt egyébként a praxisomban is számos olyan példa, ahol azt láttam, hogy egy-egy férfi elképesztő küzdelmet folytat azért, hogy nehogy véletlenül elsírja magát, nehogy véletlenül érezzem, hogy megcsuklott a hangja valamivel kapcsolatban, és aztán amikor ezt visszajeleztem, hogy úgy érzem, hogy fölkavarta ez a dolog, vagy a hangjában éreztem valamit, akkor volt, hogy végül is valóban előjöttek ezek a könnyek, és én tényleg mindig olyan hálával és örömmel fogadom ezeket a pillanatokat, mert sokszor csak ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy meggyőzzük az illetőt, hogy ez most fantasztikus, hogy ez most valaminek a megszületése, tehát hogy valami olyasmi budjant ki belőle, ami akkor is ott van, hogyha próbálja a szőnyeg alá söpörni, meg erőnek erejével nem mutatni a külvilágnak. De valamiért mégiscsak, ahogy mondtam, a férfiak azt gondolják, hogy ez nem jó dolog, és nem merik ezt megmutatni. És ugye a csoport azért volt, az zárt csoport egy apropó a fejemben, mert én azt látom, hogy ott, hála Istennek, ez a több száz férfi, azt lehet mondani, hogy hiába kisebb csoport, mint a nőknek az aránya, mégis annyira aktívak, és olyan fantasztikus témákat, olyan nézőpontokat hoznak be a gondolkodásunkba, ami elképesztő. Egyébként ezt önismereti csoportokon is tapasztaltam, hogy olyan mérhetetlen hálás tud lenni egy nő, de egyébként egy másik férfi is, aki ott van, hogy hallhatja egy másik férfinek az érzéseit, a gondolkodásmódját, a reakcióit. Tehát, hogy ez egy fantasztikus dolog, és tulajdonképpen ennek a videónak a célja is ez, bár nem tudom, hogy mennyi férfi nézi egyébként a videóimat, mert ezt még nem néztem meg a statisztikában, de hogy arra biztassalak titeket, férfiak, hogy ezt ne gyengeségnek, hanem sokkal inkább az erő, a magabiztosság jelének tekintsétek, hogyha valaki ezt megmeri mutatni magából, és mi nők meg olyan végtelenül hálásak vagyunk azért, hogyha beleláthatunk a másik lelkébe, a páncél mögötti valódi énjébe, gondolkodásmódjába valakinek. És azt gondolom, hogy nem csak mi nők, hanem ahogy mondtam, más férfiak is így vannak ezzel. Sajnos a szocializáció során még megmaradtak ezek a régi, hát szerintem eléggé elavult elvek, ugye, hogy aki hát kemény és férfias, az ugye nem sír, az nem panaszkodik, katona dolog, hogyha ugye valami fáj. Én ezt másképp gondolom, én azt gondolom, hogy mindannyian emberek vagyunk, és amit érzünk, ami,
ami nehéz nekünk, ami fájdalmas, vagy éppen ami óriási örömet okoz, annak szabad utat kell engedni, mert a másik csak így tud hozzánk kapcsolódni. Hogyha egy erős páncélt fejlesztünk, és állandóan azon ügyködünk, hogy ne olyanok legyünk, amilyenek valójában lennénk, akkor meg csak a páncélhoz lehet kapcsolódni, de az szerintem sokkal kevésbé izgalmas. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon szép estét, hétvégét kívánok nektek, sziasztok!